Az Öböl Televízió hírösszefoglalója következik. Üdvözlöm Önöket! Nézzük kiemelt híreinket először egy-egy mondatban. Csillagösvény. Böjte Csaba missziós útja a marosszéki gyermekkarral. Strandkönyvtár. Ingyenes könyvek és meseórák gyermekeknek. Falunapok. Háromnapos rendezvénysorozat Felsőörsön. Idén is ellátogatott a Csillagösvényen Balatonalmádiba Böjte Csaba és a marosszéki gyermekkar. A missziós utat 4 éve indította el a Ferences atya, hogy a szovátai marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar fiataljai templomi koncertekkel adományokat gyűjthessenek. A körút egyik állomása volt Balatonalmádi is. Az Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében tartottak szentmisét, és ott adott koncertet a kórus. A csoporttal tartott a 99 éves Antal atya is, akit Márton Áron püspök szentelt pappá. A dallal köszöntötték vendéglátóikat az erdélyi gyermekkórus tagjai. A Csillagösvény elnevezésű missziós körútat először 2013-ban szervezte meg Böjte Csaba. Az első 3 évben gyűjtött adományokból épült fel a Boldogasszony iskola nővérek háza, a Mariánum. A támogatásoknak köszönhetően elkészült az épület, a további adományokat a ház berendezésére és a játszótér felépítésére fordítják. Egymást érik a koncertek a turné alkalmával. Nem kis dolog minden nap nagyon sok ember előtt énekelni, de egyrészt nagyon szeretnek énekelni a gyerekek, tehát tényleg sokat énekelünk, szívesen állnak székely ruhában a jó emberek elé, de hát ugye sok motiváció is van, mert a Balatonba is minden nap belemegyünk, meg hát olyan kedvesen fogadnak minket, hogy tejben, vajban, fagyiban, barackban fürdünk. A vendégeket Bálint Sándor alpolgármester fogadta. Köszöntőjében kitért arra, hogy a balatonalmádi segítőknek köszönhetően igyekeznek emlékezetessé tenni a gyerekek részére a városban eltöltött időt. Balatonalmádi már 4. alkalommal fogadja a Csillagösvény gyermekeit, és természetesen Böjte Csaba atyát is. Fogadjuk őket, ellátjuk minden földi jóval, ebédet kapnak, vacsorát kapnak, strandra bemehetnek, természetesen ingyenesen. Az esti szentmisén biztosítjuk a helyszínt, és amit sikerül ott adományokból összegyűjteni, és természetesen az az övék, de mi egyébként pénzadománnyal külön nem támogatjuk őket, természetben támogatjuk, és azzal, hogy helyszínbiztosító védelhez. A Magyar Örökség díjas gyermekkórus tagjai Szovátáról és a Felső Nyárád mente falvaiból valók, néhányan pedig Böjte Csaba szovátai otthonában nevelkednek. 12 éve működik a Mozgó Énekes Iskola. Mi mindig szépet teremtünk, amikor éneklünk, ezt valljuk, és nagyon jó, hogy nagyon-nagyon sok alkalommal tudtunk eljönni Magyarországra, és itt barátokat szerezhettünk, ismerősökkel találkozhattunk, és olyan kapcsolatok születtek, amelyek most már akár az almádiakkal negyedszerre valósul meg egy ilyen lehetőség, hogy eljöhetünk, és tényleg nagyon-nagyon sok ajándékot kapunk az itteniektől. Itt éneklünk, és tényleg próbáljuk megajándékozni az embereket az énekkel, de ugyanakkor nekik is köszönhetjük azt, hogy most a kórusnak már felépült az otthona, és létrejött a Mariánum központ, ami még több gyereknek ad lehetőséget majd az éneklésre. A kórussal tartott Bíró Antal atya is, akit Márton Áron püspök szentelt pappá 75 évvel ezelőtt. Erdélyben nekünk óriási szükségünk van az öntudatos fiatal generációra, mert én küldetésbe járom Magyarországot, hogy a fiatalokat felbocsítsam, hogy amit a 20. század legsúlyosabb embere Erdélyben, Márton Áron nagypüspök, akit most egy komisszió az összmagyarság legnagyobb emberével nevezett ki. A legnagyobb magyar, a legnagyobb hitvalló, Márton Áron nem csak Erdély, hanem az egész magyarság.
és elrendelték, hogy 120 éves évforduló alkalmából, ahol templom van, ahol kápolna van, imaház van, ahol harang van, egyszerre kell meghozni, augusztus 28-án, kérem, a Csíkszentdonatéj templomból együtt. Az 57 fős csoport a délután kikapcsolódással töltötte, strandoltak, majd este a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében szentmisével és a kórus koncertjével zárult a Balatoni Csillagösvény körút almádi látogatása. Hagyományteremtő szándékkal indult kalandtábor Balaton Fűszfön július közepén. A gyerekek tartalmas programokon vettek részt. A szórakozás mellett többek között sportoltak, barkácsoltak. Sokan érkeztek a fővárosból és környékéről is, összesen 19-en táboroztak. A fiatalokat középiskolás diákok és nyugdíjasok segítették. Lázas punkában a fiatalok. Madárodúkat készítenek, fúrnak, faragnak, csiszolnak. A kis szárnyasok fészkeinek elkészítése szigorú méretek szerint készül. A közlekedő lyuk, ha nagyobb, átfér a ragadozó madár. Itt látható egy eredeti fészek. Tökéletes munka. Viszont a fából barkácsolt odúk tartósabbak és jól takaríthatók. Ezt tavasszal kell elvégezni. A madarak csak üres, tiszta helyre fészkelnek. Cinkefélék, rozsdafarkú és vörösbegy költözik majd a gyerekek által készített házikókba. A tető felemelhető, így később jól megfigyelhetők a tojások és a fiókák fejlődése. A kalandtáborban minden nap más program várta a gyerekeket. Volt akadályverseny, kavicsfestés, sípkészítés, éjszakai túra és íjászat is. A kalandtábor célja, hogy a gyermekeknek olyan szabadidős programokat kínáljanak, mely leköti a figyelmüket és örömmel csinálják. Elvonja őket a tévé és számítógép elől. Fontos, hogy a szabad levegőn töltsék idejük nagy részét. A rengeteg program alkalmával megtanulták a természet szeretetét, a felelősségvállalást. Egy-egy elvégzett munka további teendőkkel is jár. A madárodút nem elég elkészíteni és kihelyezni. Figyelni és karbantartani kell. Titkolt célunk ezzel az is, hogy a madarakat ugye télen gondoznunk, etetnünk kell. Ezek az itt készült madárodók kihelyezésre kerülnek itt a csillagvizsgáló melletti fenyves kis parkban. És hát visszajáróan a gyerekek biztos nyomon fogják követni, hogy a madarak látogatják-e, illetve beköltöznek, lehet nézni majd a kis tojásokat esetlegesen a fészkekben, így felfedezik. A nagy forgatagban feltűnt, hogy különböző sálakban vannak. A csapatok pontokat gyűjtöttek a napi feladatok teljesítésekor. A táborba 8-tól 14 éves korig lehetett jelentkezni. Szemmel láthatóan a legfiatalabbak is élvezték a munkát. Azért van, mivel hogy a csapatom a sárga csapat. És mivel hogy különböző csapatok vannak, van a zöld csapat, van a lila csapat, ami egy lány csapat, van ez a csapat, és a dzsungelszínű, és az, annak van ilyen dzsungelszínű sája, abban van benne a testvérem. És mi a feladata a csapatoknak? Az, hogy most két madáretetőt készítsenek. Gábor a szüleivel nyaral a Balatonon. Örül, hogy itt lehet a táborban. Előző nap bunkert építettek a csapattal. Most ilyen madárházat csinálunk, és hát kicsikét zajos. Kicsikét zajos. De élvezed? Igen. És milyen programok lesznek még? Mi az, amire nagyon vágysz, amit nagyon szeretnél látni, kipróbálni? Hát a kalandparkba be szeretnék menni, az holnap lesz. Nagyobbakat már jobban érdekli a csapatverseny és a nyerés lehetősége. Most is például verseny folyik, a madárházakat építjük, és tegnap volt például a sátor készítés vagy bunker készítés. Ezeket mind pontozni fogják majd, és
És mire számítasz, szeretnél nyerni? Hát egyetem. Az első naptól kezdődően minden percet hasznosan töltöttek. Az első napon megismerkedtünk egymással, játszottunk ilyen ismerkedési játékokat, aztán utána kimentünk az udvarra, és akkor ott építettünk ilyen menedékeket, meg zászlót csináltunk, megcsináltuk a csapatneveket. A Vácisz támogatásának köszönhetően csak az étkezést és az alapanyagokat kellett téríteni a táborozóknak. A szervezők keresik a pályázati lehetőségeket. Szeretnék, ha a következő nyári szünetben már bentlakásos formában tudnák megoldani a kalandtábort. Nyár kánikula. Tömegek a strandon. Sokaknak ilyenkor tűnik fel, hogy otthon felejtették kedvenc olvasmányukat. Esetleg szándékosan nem is hoztak, viszont napközben kedvet kaptak egy könnyed olvasmányhoz. Ezen a problémán segít a strandkönyvtár. A szezon ideje alatt, vasárnap kivételével, minden délután várja az olvasókat 2008-as születése óta. Olvasni jó. Bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között lehet. Hason, hanyat, vagy akár oldalt fekve. Aki szeret olvasni, az egy kis időre kikapcsolhatja magát a strand zsivajából. Kellemes és hasznos időtöltés. 8 éve töretlen népszerűségnek örvend az almádi Veselényi fürdőhelyen megnyílt strandkönyvtár. Átlagosan napi 40-50 olvasó látogatja a keleti kapu melletti mini könyvtárat. Ott jártunk előtt egy nappal született meg az új rekord. Akkor 94 könyvmoly vitt magával egy-egy kötetet. A választék nagy, de egyéni kívánságra áthozzák a kért művet a könyvtárból. A hatékony működést rendszeresen két diákmunka alkalmazott is segíti. Az olvasók itt a könnyedebb olvasmányokat szeretik. A műfajok között főként a történelmi jellegű írások, krimik és regények kedveltek. A magyar és a nemzetközi irodalom egyaránt népszerű. A strandkönyvtár részeként a délutánonként 5 órakor kezdődő meseóra nagyon népszerű eseményé vált. A meseóra nem az elejétől, tehát nem 2008-tól van itt Almádiban, de rájöttünk, hogy nagyon szívesen hozzák a szülők ide egy kicsit pihenni a gyerekeket két fürdés között, és most már jó pár éve tartjuk 5 és 6 óra között naponta a meseórát, aminek különlegessége az, hogy jönnek önkéntesek segíteni mesét mondani. Vannak visszatérők, és vannak olyanok, akik csak egy-egy napra ugranak be, és várnánk, hogy a gyerekek is mondjanak mesét. Hát ebbe vagy be tudjuk őket vonzani, vagy nem, ez mindig rajtuk múlik, tehát ez egy kétoldalú folyamat. Van úgy, hogy csak 5-6 gyerek hallgatja a mesét. Van úgy, hogy 20-25 gyerek hallgatja a mesét. Az én egyik legnagyobb élményem az volt a tavalyi évben, amikor 20 éves fiatalok itt ültek, mert volt velük egy szem gyerek, és ők legalább annyira élvezték a mesét, mint ahogy az az egy szem gyerek. A kánikula ellenére is több gyermek volt kíváncsi a mese órára. A legkisebbek elmélyülten figyeltek. A nagyobbak pedig részt vállaltak a történetben, a hangszereket kezelték. Molnár Enikő eloszlatta a félelmeket, hogy a tévés tucat mesék kiszorítják a tanulságos történeteket. Egyre többen kíváncsiak a magyar népmesékre és érdeklődnek iránta. Sok esetben a szülők, nagyszülők is végighallgatják. Amúgy a jó mesélő ritka, mint a fehér holló. Azt is tapasztalom, hogy azért a gyerekek többsége, amikor így mesét hallgat, képek nélkül, akkor azért bizony mindig a kis emlékezetükbe bejön az, hogy igen, hát a Pókembert meg a tévében láttam, meg a tévémesékről elkezdenek beszélgetni, meg mesélni egymás között. De összességében azt gondolom, hogy van egy olyan réteg, aki vevő a magyar népmesékre. Nagyon kedvelt a strandkönyvtár vidd és olvasd része. A magyar nyelvű kötetek mellett német és sokszor angol nyelvű művek is szerepelnek, melyek ingyen elvihetők. A könyvtár folyamatosan tölti fel a készleteket, mely mindig elfogy. Negyedszázados lett a felsőrsi falunapok és búcsú. 3 napos rendezvénysorozattal várták a falu apraját, nagyját. A színes kavalkádban mindenki megtalálta a kedvének való elfoglaltságot. Zenéből és játékos szórakozásból akadt bőséggel. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tándorít el a szél a faj. Szívedet akarom elvinni még ma, mert az egész nagy világ nem
az első pénteki napon sok érdeklődő látogatott ki a település legnagyobb eseménysorozatára. 25. alkalommal rendezték meg a felsőőrsi falunapokat és búcsút. A helyieknek ez egy fontos és tartalmas eseménysorozat. Természetesen az idén is érkeztek sztárvendégek, hogy feldobják a hangulatot. A nótaszó alatt pedig jól fogyott a frissen sült kolbász és a balatoni bor. Felsőőrsön 2003 óta adományoznak díszpolgári címet. Akkor dr. Körbendi József plébános és Gáti Ferenc református lelkész kapták meg az elismerést. 2008-ban pedig Kaszás Zoltánné nyugállományú tanítónő. 8 év szünet után ismét két díszoklevelet és emlékplakettet adtak át. Emellett helyi szobrászművészek alkotásainak ajándékozásával ismerték el felsőőrsért végzett munkájukat. Nem mondható mindennaposnak ez az esemény, de a helyi szokásoknak megfelelően nagy ünnepen kell ezeket az elismeréseket átadni. Ez idén ennek a falunapnak a megnyitójára esett, és két díszpolgári címet is adományozhattam a képviselőtestület felhatalmazásával. Az egyiket Tislér Gyuláné Vilma néninek, a másikat pedig Ráski Imréné Teri néninek, mindegyikőjük köztiszteletben álló és nagyon példás életet élő személy. Nyilván ezért is érezte úgy a közösség, hogy méltóak erre a nagyon megtisztelő címre. A hétvégi programokban koncertek és bemutatók tarkították az eseményeket. A kirakodó vásár mellett pedig házi készítésű sütemények várták a látogatókat. A Süti szigeten szigorúan hőséget tűrő édességek kerültek az asztalra. A mi egyesületünk tagjai készítik otthon a házi süteményeket, sósat, édeset. A falubeliek, a gyerekek mennyire szeretik, mennyire kedvelik ezeket? Hát alig van már. Tehát nagyon szeretik, nagyon sokan bevásárolnak például holnapi napra, tehát vasárnapra. Az egyesület a bevételt az adventi Mikulás vonatra szánja. A gyermekek ingyen körbeutazhatják majd a települést. A nagy forgatagban egy óriási balatonos társasjátékba is belebotlottunk. A feladatok megoldásával a tó élővilágát ismerheti meg a játékos. Ilyen balatonpart társasjáték, és az eleve, hogy vigyázz rám, és arról szól, hogy ilyen madarakról, vízparti állatokról kérdeznek. Mikor a sárga mezőre lépünk, akkor nincs semmi. Mikor a zöldre, akkor valami történik, mikor a csigára, akkor meg kérdést tesznek fel. És mennyire tetszik? Mennyire nagyon jó. A szervezők mindig gondolnak a gyermekekre. A bábjáték nem csak a legkisebbek, hanem a szülők figyelmét is lekötötte. Hát amennyiben tehetjük, minden évben ki szoktunk jönni, ugye 3 gyerek van. Ők nagyon szeretik, most például a báb előadás nagyon tetszett nekik, még a pici is megállt és figyelte, pedig nem az a fajta, aki leszokott ülni. Azon kívül most voltak ilyen akrobatikus rakendoló táncosok, nagy lányomnak az nagyon, nagyon tetszik, a fiamnak pedig ilyen harcművészet, úgyhogy mindegyik talált magának valót. A harcművészeti bemutatót a fiúk, a táncot pedig a lányok részesítették előnyben. A felnőtt korosztály főként az esti programokra készült. A balatonalmádi rendőrök, a Veszprém megyei katasztrófavédelmi szolgálat balatonfűszői hivatásos tűzoltói, a megyei mentőszolgálat balatonakaratjai mentős egysége és a vízimentők magyarországi szakszolgálatának képviselői színes programokkal várták a nyaralókat. A gyermekek és a felnőttek a rendőrautó mellett megnézhették a tűzoltó és mentőautót belülről is. A vízimentők útmutatásai alapján pedig az újraélesztést is gyakorolhatták. A rendőrség munkatársai játékos formában közvetítették baleset megelőzési ajánlásaikat. Baleset és bűnmegelőzési roadshow-val járják a strandokat a balatonalmádi rendőrkapitányság, katasztrófavédelemmel, a mentőkkel és a vízimentőkkel karöltve. Az elmúlt hétvégén az akaratjai Bercsényi strandra települtek ki. A baleset megelőzési bemutató főként a gyermekeknek volt emlékezetes. A játékos feladatok megoldásáért ajándékokat kaptak. A fényvisszaverős eszközök a közlekedésben válnak majd hasznossá. Megismerhették a tájékoztató táblákat, a közlekedési helyzeteket, de még a részegséget szimuláló szemüveget is. Miután balatonpartiak vagyunk, ugye rengeteg kempingstrand található, mi úgy szerveztük ezt a nyarat, hogy a strandokra kitelepülünk baleset és bűnmegelőzési programokkal, a gyerekek közlekedésre próbáljuk a jó közlekedésre nevelni,
ezért vannak különböző kirakóink, feladataink, amiért apró ajándékokat kapnak a gyerekek. Ezen a héten ugye Akaratjára települtünk ki, de jövő héten megyünk Füszfőre, és végigjárjuk itt a területünkön lévő összes strandot. Valóban a gyerekeket célozzuk meg, hiszen őket még lehet nevelni, a felnőttek rossz szokásait már nehezebb. A gyermekek beülhettek a rendőrautóba és a tűzoltóautóba is, megfoghatták az életmentő felszereléseket. A szakemberektől pedig minden kérdésükre választ kaptak. A tűzoltók által használt fémvágó eszköz például szó szerint egy súlyos darab. A Melzer lányoknak nagyon tetszik a tűzoltó szakma. Mindent részletesen elmagyaráztak és megmutattak, és meg tudtuk fogni őket. És mi volt a legérdekesebb számodra? Hát nekem az, hogy minden helyet kihasználnak a tűzoltók a tűzoltóautóba. Még van idejük eldönteni, hogy ezt a hivatást választják-e. Érdekes szakmunk, azért mondjuk folyamatosan van mozgás is, hogy nem egy irodába ülnek mondjuk, de hogy ugye, hogy milyen életveszélyes munka is ugye. Hogy ezeket ugye megtudtuk, hogy mondjuk csak 20 percig lehetnek bent, 20-30 percig, meg hogy ugye milyen füstgép, meg tömlők vannak, azok is érdekesek. Szívesen kipróbálnátok élesben mondjuk egy tűzoltást? Hát veszélyes lenne, de én úgy gondolom, hogy igen, én biztosan. A vízi mentők a roadshow keretében életmentési oktatást tartottak az érdeklődőknek. Céljuk, hogy felhívják az emberek figyelmét a nyári strandolás szabályaira. Megismertették munkájukat és az életmentő eszközöket. Ezen a helyszínen, mint az összes többi helyszínen, elsősorban ezt a tevékenységet próbáljuk meg erősíteni, próbáljuk tényleg az emberek figyelmét felhívni a rájuk leselkedő veszélyekre, illetve ide ezért hozunk egy-két gyermekeknek szóló játékot is. Beszélgetünk nagyon sokat gyerekekkel is, mutogatjuk nekik a mentőeszközeinket, van nálunk ebből is néhány darab, illetve az újraélesztés az, ami most már egy több éve nagyon sikeresen futó programunk, a Kezed életet menthet néven. A strandolók gyakorolhatták az újraélesztés technikáját. Egy egyszerű, gyorsan megtanulható, készségszintű tudás. Az emberek fogékonyak, érdeklődnek és mernek kérdezni. Amíg a gyerekek a játékos feladatokkal voltak elfoglalva, a szülők kipróbálhatták az újraélesztést. Ha sokan tanulják meg, több élet menthető. A következő állomás Balatonfűzfőn július 30-án lesz, 10-től 13 óráig. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Csillagösvény, Böjte Csaba missziós útja a marosszéki gyermekkarral. Strandkönyvtár, ingyenes könyvek és meseórák gyermekeknek. Falunapok, háromnapos rendezvénysorozat Felsőörsön. Ezek voltak a híreink. Most térségi magazinunk következik. Gerebics Roland 71-szeres válogatott traplövővel beszélget kollégánk felkészülésről és tervekről. Ezt követi a gyógynövénytár a teakészítés fortéjaival. Végül Szászvárosi Sándor és Nagy Csaba koncertjét láthatják Felsőörsről. Elérhetőségeink olvashatóak a képernyő alján. Hívjanak, vagy írjanak nekünk bátran. Az interneten is megtalálnak minket, weboldalunkon, videócsatornánkon, vagy akár a Facebookon is visszanézhetik híreinket, stúdióbeszélgetéseinket. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken találkozunk. Addig is, a viszontlátásra!